Üdv mindenkinek, sziasztok! Jelenleg Skóciában kirándulunk a Verával. Megérkeztünk a lófejes szoborhoz. Ebbe a parkolóba akartunk bejönni. Ide 6 font kellett volna, hogy fizessünk. Picit lentebb, egy 2-3-4 perces sétára vannak ingyenes parkolók, de ugye azok sok előbb telnek be. De találtunk helyet lentebb, és jöttünk ide. Ide a besétálás az ingyenes. És itt Robertnek érzem a 4 fontot egy autóra. Hát szerintem amilyen, mert lehet, hogy 6 lett volna. Hát igen, csak kemperben 6, csak sima autó is 4. Sima autó 4 font. Azért, hogy ide besétálj. Ami meg lentebb parkolsz, akkor ingyen van. Parkolóban az ingyen van. Jó, nem nagy parkoló. Lehet overnight parking, az éjszaka is itt parkolni, az 7.50. És akkor reggel te vagy az első. Itt se lehet drónozni elvileg. Zolit persze jobban érdekli a hajó, meg a kis csatorna, mint ez a szobor. El akartunk menni, de végülis lett egy hely, pont elment valaki. Így beszuszakoltuk a nácskát. Hát, nagyon nehezen, de kipréselte magát. Ott lehet, ott is vannak ilyen food truckok, hogy mondjam. Tehát ilyen gyors kajákat lehet venni. Ott meg egy kávézó. Ezért szeretünk a csatorna part mellett sétálni, mert itt van egy narrow boat, ez a neve. Nézzétek meg, milyen jól néz ki, föl is megyek. Ez egy külön vontatmány. Látjátok, oda bent paradicsomot nevel magának. Ez nem tudom, hogy külön füvet nevel, vagy mit csinál. Ilyen hajókon szoktak amúgy palacsintát árulni. Stowe-ba is van egy csomó hajó, meg Birmingham-be is látnunk, tehát mindenhol van, ahol van ilyen csatorna. Valahol sört, meg cidert árulnak, tehát ilyen italokat, valahol meg ez a zab palacsinta, meg ilyesmilyen chipseket árulnak hajóból. Ez nagyon-nagyon hangulatos, nagyon jól néz ki. Azért kell figyelni a lépteidre, mert a két lófej szobor között víz van. Meg hidak, a hidakon lehet átmenni az egyiktől a másikig. Hatalmas ez a szobor. Ez az alsó eleme másfélszer olyan nagy, mint én. Ez az egy elem. Hát én szerintem ott odáig nem érek fel. Nem tudom, valamit láttok-e bent. Bent is víz van amúgy. Nagyon üreges az egész, tehát csak egy váz tartja ezeket a lemezeket. Szerintem régen be lehetett menni, de lehet, hogy ez csak ilyen szervíz ajtó. Nem tudom. Rengeteg kajálda van. Hajók. Hangulatos kis hajók, úgyhogy nagyon jól néz ki. És Zolit most behagytam, mert ő is fényképeket csinál. Kirakták legóba a lófejeket. És van egy méret, hogy a lófej milyen magas. Itt vannak a lófejek. És például a... Mivel egy magas? Angliában van egy másik, ez az Északangyala. Északangyala. Hát attól magasabb. Magasabb az egyiptomi Gizei piramistól.
kisebb az Egyesült Államokban lévő szabadságszobortól. Hát ez a Butkához van a legközelebb, mert ott... Ez 34 méteres, meg sem néztük hány méteres, ezt mondtam, hogy majd elmondom. De nincs írja, de itt van. A legmagasabb pontja, amelyiknek lefele van a feje 26,5 méter, amelyiknek meg fölfele van a feje, az a neve Baron, az pedig 30 méter magas. Tehát a Butha is. Megközelítő olyan magas, mert a Butha 34 méter. Ez az ajándékbolt mögött van ez a kis kiállítóterem. Elköszönünk a lovaktól. Info a lovakról majd a leírásban. Most pedig folytatjuk utunkat. Hát elvileg haza, de hát aztán ki tudja, mit találunk is, milyen közbe. Ha hazajöttünk, akkor lesz a vége ennek az utazásnak. Amikor becsukjuk Annáskára az oldalajtót, amikor kipakoltam. Sziasztok! Ciao, ciao.